Az Energy Help program az év elején indult Kárpátalján, és részleges kompenzációt nyújt a generátorok költségeinek fedezésére a megyében működő és itt adót fizető vállalkozások számára. Kivételt képeznek az áttelepült vállalkozások, azonban még esetükben is figyelembe veszik, hogy a vállalkozó befizette az adót és nincs-e adóssága. Ami az áttelepült vállalkozásokat illeti, a vonatkozó rendelet szerint azon gazdasági társaságok esetében, amelyek Kárpátalján adófizetőkké váltak, elfogadjuk az elmúlt 12 hónapra vonatkozó adóbefizetéseket a korábbi regisztráció helyén. A program első hónapjában 51 vállalkozó már megkapta a generátorok beszerzésére vonatkozó költségtérítést, amelynek maximális összege 300 ezer hrivnya lehet. 51 kérelmet hagytunk jóvá, és az ezeknek a szervezeteknek nyújtott kompenzáció összege összesen 7,4 millió hrivnya. Ezek a vállalatok 4160 embert foglalkoztatnak, és több mint 95 millió hrivnya adót fizettek be. A kártérítéshez több dolgot is figyelembe kell venni. A bizottság ellenőrzi, hogy a vállalkozó befizette az adókat, és hogy ez Kárpátalján történt-e, hogy a generátort piaci áron vásárolták-e, és hogy a kapacitása megfelele a valós igényeknek. Ha minden rendben van, a vállalkozó 30%-os kártérítést kaphat, de legfeljebb 300 ezer hrivnyát. Nem tudjuk megtéríteni a költséget. 100%-át, mivel egyes esetekben ez több millió hrivnyát is jelenthet. A program célja az, hogy segítse a kis és középvállalkozásokat. A pályázatok benyújtása, akár csak a későbbi döntéshozatal online történnek. Ehhez a Dopomohazakarpatja portálon a vállalkozási támogatás menüpontot kell kiválasztani és kitölteni a kérelmet. Ezeket a bizottság szerdánként feldolgozza és felülvizsgálja. Ha minden rendben van a dokumentumokkal, akkor a vállalkozó kártérítést kap. A megyei költségvetésből 100 millió hrivnyát különítettek el erre a programra az idén.